Szevasztok, srácok, Csipi vagyok, folytatjuk ma tovább az online draft sorozatunkat. Ugye még mindig futiz van, tehát lehet nyitni mindenféle speciális lapot, például Tocot is, meg egyébként is mindenféle futbőrzőjes, meg tényleg ilyen nagyon frankó lapokat. Három meccsen túl vagyunk, 4-0, 7-4, meg volt egy hosszabbítás, 11-esekkel dőlt el. Úgyhogy nézzük meg a csapatot. Hát a védelem, amit a legfényesebb ugye itt. Ha ide lett volna még egy normális játékosunk, akkor azt mondanám, hogy egész jó a csapat. Van benne mindenféle speckó kártya. Azért itt a cserepadon még van egy Neymar, egy Hadzsi Hamsik, szóval már egy olyan sztárics, akit mi is kinyitottunk ugye a főakunton. Nézzünk is egy ellenfelet. Nagyon gyorsan rányom az ellenfél, tehát draft csaló lesz, ezt így megmondom, nektek a vezetés fog szerezni, ki fog lépni. Itt a draftja, 191-es, egész jól összerakta egy PL draft. Ott van Kanté is, 92-es, a Valencia, jó kis kapusa is van. Itt az új, ugye, a már az Arzenálba játszó, régen Dortmundos hátvéd, akinek most nem jut eszembe a neve. De miért nem raktál a bal oldalra, és tudod, akkor a görög a göröggel jobb keménybe lett volna. Szokratis, úgy hívják, igen. Úgyhogy nézzük a mérkőzést. Ellenfőnk le is tartója rögtön. Carvajal. Kroos, egy keresztlabda. Felipe Luis le is veszi. Gyorsan játszunk, Griezmann nagyon nagy passz. 1-0, Ronaldo lőtte be. Nagyon gyors gól, a harmadik percben vezetünk. Egy fantasztikus támadás után. Got to admire the way he placed the ball into the bottom corner of the net. But the goalkeeper was in a decent position, but he was helpless to stop that one going in. So the first goal, it's 1-0. Na, lássuk akkor a gól után ellenfelünk kifozott be. Bejött Ronaldo Lacazette helyett, és ennyi talán. Nem, mert bejött Mbappé, igen, őt láttam most játékban is, már ingém, és ő nem volt az elején benne. Hiszen PL draftja volt. Ronaldo egy jó kis lövőcsel után beszumizza a második gólt, úgyhogy a ellenfelünk le is tartolja a mérkőzést. Remélem, hogy kilép, vagy megpróbál kikkor. Gyakorlatilag 5 perc, ami ugye a játék 5 perc, tehát in-game 5 perc, játék után megvan a draft. Na lássuk. Kiglitch-el vagy? Alex, mit mondasz, szerinted kiglitch-el? Nem. Az ellenfél glitch-el. Na, kiglitch-eljem. Ó, nem glitch-el ki, figyeld, nem glitch-el ki. Hopp, egy jó kis testcsel, egy jó kis lövőcsel. Elszállt a védő, és akkor Ronaldo onnan már becsavarja hosszúba. 2-0, de az ellenfél nem akar kilépni sajnos. Milyen jó is lett volna ilyen rövid a draft, a döntő, és akkor mehetnénk is a pakkokra. De egyelőre még nem. Úgyhogy nézzük Mbappé bedobását, Ronaldo. Nagyon rossz passz volt De Bruyne-től középre. Mehetett kontratámadás középen, ott indul Ronaldo, vagy nem is tudom, Suárez. Valószínűleg jobban helyezkedett, hol a bassz, aztán De Bruyne. Fernandinho, De Bruyne, most ki teszi oda Kanté, ugye a 94-es Kanté, de fesztivál futballos. Elveszítjük a labdát. Ez jó passz Valenciának. Mbappé. Ez is jó még. Ú, nagyon ez nagy játék volt sajnos, 2-1. Ezt kijátszották. Be is kaptuk a nagy cumit. Aztán itt az egy glitchre. Ha azt mondja, hogy nem glitchel ki döntőbe, akkor nem glitchel ki. Jó, hát akkor lőni kell gólokat ennyi. Ronaldo ugye lemaradt róla a védő. Jön a beadás, jó, aki érkezik, de... És... Hány emberen pattan meg az elővés? Azt mondja Alex, egyen se. Aki a gólt lőtte, az nem más, mint... Toni Kroos.
Német válogatott és a Real Madrid oszlopos tagja. Nézzük akkor meg, hogy hogy is történt a dolog. De ellenfelünk ugye lestartolja. Szerintem már ki is glitchel, igen. Akkor ez nem tartott sokáig ez a draft döntő, srácok. Ez a jó a draftból. A meccsek nem tartanak nagyon sokáig. Ön gól volt, azt írták? Nem figyeltem. Nem volt öngól, jó, akkor ezt megadták, nem tudom kinek. Krósznak. Na. Akkor így most már rögtön mehetünk is a pakkokra, és reménykedhetünk abban, hogy valami normális pakvariációt kapunk, és átjön egy tot, de hát, hát nem tudom, 50-50 ugye az esély rá. 4-0-7-4, ugye volt egy hosszabbításos, 11-es párbaj. Most egy ilyen kiglitchelt, 3-1 a döntőben, lássuk. Hát ez nagyon szar pakvariáció. Ebből soha nem jön semmi. Beglitchelt, akkor ebben semmi nincs. Fú, gyenge pak. Nagy része az discard lesz. Hát egy 200-ba fölmehetett volna szerintem, még úgy gondolom. Nem pakok, ebben sosincs, ebben sosincs semmi. Most azonban van egy board. Ne egy kánté legyen. Csak ezt a szart dobba mindig vagy az enzonzit. Egy csorluka. Én azt mondom, az ilyen szutykos pak, következő be se fog csillanni. Ezt így hidd el, hogy mondom. Ja. Na, akkor lássuk ezt a fost. Oh. Hoppá! Itt a, itt a fordított pszichológia, direkt így... Hopp, egy szalá? Ó, nem. A piatra bevizionáltam. És egy 77-es torc, srácok. Van 77-es torc kártya? Ennyi szarabb tocs van. Hogy megörültünk pedig egy kék lapnak, mennyibe kerül, nézzük meg. Visszajött a draft ára, visszajött a draft ára. Aha, mehet a klubba. Ó, már van egy discardunk. Igen, tele van transfer. Mehet a klubba az összes többi cucc ma. Ezt majd el kell adogatni. Na srácok, hát ennyi lett ez a következő, ennyi lett volna ez a következő rövid kis draft döntő. Tehát fantasztikus gyorsasággal kilépett az ellenfél a harmadik gólnál. És becsillant a pak, jött a kék lap. Vártuk a nagy toccot. És akkor egy 77-es fantasztikus játékos esett ki a pakból. Szóval szerintem most mi tartjuk a negatív rekordot, ha kinyitottuk a legszarabb toccot a játékba. Á, egyik legszarabbat. Ezért tetszett, dobj rá a lájkot. Csak voltam, Alex, szevasztok.